Belpolitikával folytatjuk. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint akár forradalom is lehet Magyarországon, mégpedig azért, mert szerinte a Fidesz provokálja a tüntetőket. Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy békés eszközökkel kell leváltani a jelenlegi kormányt, amibe beleférnek a tüntetések is. Hozzátette, nagyra értékeli az MTVA épületébe behatoló ellenzéki politikusok akcióját, de ő maga nem feküdne le a földre. Ezekről a kijelentésekről is szól ezt itt a Nila. Galló Béla politológus a vendégem, jó reggelt. Jó reggelt. Ugye évértékelőjében beszélt arról, hogy forradalom is lehet Magyarországon, Márki-Zay Péter a 89-90-es helyzethez hasonlította a mai állapotokat. Mennyire van meg ez a hangulat? Az elemzések, a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy nincs kormányváltó hangulat az országban. Én megszoktam már, hogy politikusok át nem gondolt gondolatait kell elemeznem, de ezért azért egy kicsit el kellett gondolkodnom, már mint azon a kitételen, hogy forradalom, akár forradalom is lehet a országban, és hogy ez a Fidesznek lenne az érdeke, hiszen hogyha tovább gondoljuk, akkor a forradalom kiprovokálása az azt jelenti, miért lenne a Fidesznek érdeke pár hónappal a EP választások előtt, ahol nekiáll a zászló forradalmat kirobbantani az országban, de most tegyük zárójelbe, mert a kérdés az, hogy van-e forradalmi hangulat. Ugye a forradalomhoz két dolog minimum kell, egy tömegmozgalom, egy tömegtámogatás. Ez elősen kérdéses, hogy megvan-e, bár nyilván ugye, amit most az ellenzék csinál, legyünk tárgyilagosak, az a semminél több az előző időszakhoz képest, de a valaminél még mindig jóval kevesebb, tehát nem gondolom, hogy forradalmi hangulat lenne az országban. A másik, ami talán még ennél is lényegesebb kérdés, hogy hol a Smolny, hol van ennek a forradalomnak az agytrösztje, vagy az agyközpontja, mert ezt a jelenlegi ellenzéket megnézzük ebben a szellemi állapotában, amiben ma van, hát egyiket se tudnám ugye fővezérnek nevezni az ellenzéken belül. Hát Márki-Zay Péter szeretne az lenni. Hát az igen, nagyon sok minden szeretne az ember lenni, amikor éjszakánként ezen elgondolkodik, de hát ugye ennek azért vannak előfeltételei. Nyilván ugye az ő kijelentése, vagy legalábbis az egész beszéd azért egy visszafogottabb és mérsékeltebb volt, dacára annak, ugye, hogy forradalmat helyezett kilátásba, de mondjuk az utcai tüntetések hangulatához képest nyilván ő ezt a szerepet játssza az ellenzéken belül, de nem gondolom, hogy ő, mint hódmezővásárhelyi polgármester, egy országos kompetenciájú politikus lenne, most nem beszélve ugye arról, hogy azért, amik most Magyarországon történnek, azok, hogyha fölemeljük a szemünket a köldökünkről, akkor ez egy európai összefüggésrendszerben értelmezendő, tehát itt Európában minden mozog, pár hónap múlva EP választások lesznek, tehát itt azért érdekes következtetésekre lehet jutni, hogyha az ember ebbe belemegy, de még egyszer mondom az alapkérdésére visszatérve, persze ki fog derülni hamarosan, de én úgy gondolom, hogy Magyarország nagyon messze van a forradalmi helyzettől. Kétségtelen tény, hogy nagyon sok elégedetlenség van az országban. 30 éve ugye a szociális feszültségek halmozódnak ebben az országban. A jelenlegi ellenzéknek a teljesítménye idézőjelben ebben benne van. A Fidesznek nyilván nagyon nehéz dolga van, és azon lehet vitatkozni, hogy jól csinálja, vagy rosszul csinálja ezeket a dolgokat. Ez abszolút legitim kérdésfelvetés. De a forradalomtól még egyszer mondom, azért elég messze vagyunk. Az ellenzéknek ugye azt mondta, hogy a kormánynak nem érdeke, a Fidesz-KDNP-nek nem érdeke egy forradalom vagy egy tömeges méretű megmozdulás, az ellenzéknek viszont jól jönne? Hát az ellenzék, ugye itt folyik, most visszatérek a európai összefüggés, folyik a képek háborúja Európában, tehát hogy a tévéhíradók szerte Európában mit mutatnak be, ha Franciaországban a sárga mellényesek tüntetnek, egyébként merőben más célokkal és háttérrel, mint Magyarországon, ez is jellemző, ugye, hogy fölvették a sárga mellényt bizonyos ellenzéki politikusok, anélkül, hogy végig gondolták volna annak az üzenetét, mert az nem konvertálható át a magyar viszonyokra. Tehát ezeket a képeket meg lehet mutatni. Ugye Angliában a Brexit a kérdés, hogy maradnak-e, vagy mégis maradnak-e, vagy valahogy kilépnek. Franciaországban Macron ellen tényleg tömegtüntetések vannak régóta, de ott sincs egyébként forradalmi helyzet, legjobb tudomásom szerint. Németországban ugye Kramp-Karrenbauer asszony éppen a 2015-ös CDU-CSU migránspolitikát vagy bevándorláspolitikát próbálja felülvizsgálni, tehát minden mozog Európában és az úgynevezett magországokban is labilis a politikai helyzet. Na most egy ilyen összefüggés rendszerben jól jönne ugye az ellenzéknek, hogyha Magyarországról is azt lehetne demonstrálni, hogy itt is labilis.
Ugye Majtényi László egy interjúban azt mondta, hogy amit ő most lát az ellenzéki oldalon, az a reménysugár, hogy felcsillant valamiféle remény. Ugyanakkor olvastam ilyen véleményt is, hogy az, amikor ellenzéki politikusok egy 18 éves diáklány nyomdafestéket nem tűrő szavaira csatlakoznak rá, és abból próbálnak politikai tőkét kovácsolni, most nem idézném Nagy Blankát, mert nem tudjuk kisípolni a mondatomat, de hogy amikor erre csatlakoznak rá, és ebből próbálnak politikai tőkét kovácsolni, az nem tükröz biztató állapotokat. Jó, hát sajnos a magyar politikai kultúra a rendszerváltozás évtizedei alatt nem javult. És akkor most nagyon diplomatikusan fogalmazok, lehetne innen is, onnan is példákat mondani. Hát ugye én mindig el szoktam mondani, hogy a diktatúra van-e Magyarországon, vagy nincs diktatúra, ugye amit Orbán Viktorról kiírtak a falra, négybetűs szót, azt egy diktatúrában nem lehet megcsinálni, én értem diktatúrába, próbáltuk volna meg akkor kiírni a falra, és tudták volna, hogy kitette. Tehát itt a dolog nagyon el van maszatolva, és el van posványosodva a magyar politikai kultúra, de ebben is kéne valami változást, és az ellenzéki politikában az a legfőbb probléma, hogy ebben a politikai kulturális értelemben sem tud alternatívát mutatni ezekkel a kijelentésekkel, és hát nem tud alternatívát mutatni tartalmilag. Visszaemlékszem, hogy a tavaszi választások előtti összefogni, nem összefogni problematikára, és ott az összefogás pártiak azt mondták arra a kérdésre, hogy de milyen utána? Hát utána majd akkor egymásnak esünk, mondták ott az ellenzéki politikusok, mert minden jobb, mint az Orbán kormány, mondták, de hogy utána ez nem egy program. Ez egy programnak legfeljebb az első szükséges, de nem elégséges feltétele egy kormányváltásnak. Tehát azért az emberek döntő többsége arra is vágyik, hogy lássa, hogy milyen utána. Ha forradalmi helyzet lenne, akkor lehet, hogy nem ez lenne a helyzet, akkor ugye a tömegek megindulnának, de hát ettől még egyszer mondom, elég távol vagyunk. Gallo Bélának köszönjük az elemzést.